tudományos körökbe, vagy olyanok körébe, akik mondjuk irodalommal foglalkoznak, vagy komoly művészetekkel, stb. Akkor szokott az előítélet jönni, hogy na, jön a női magazinos, tudod, tehát, hogy aki biztos csak köröm festésekről, meg sminkekről tud beszélgetni, és akkor én ezt így finoman kiszoktam kérni magamnak, és a nők nevében szoktam egyébként kikérni magamnak, mert ezeket a dolgokat szerintem így félresöpörni, és azt mondani, hogy ez csak körömfestés, vagy ez csak frizura, vagy ez csak ruha, az szerintem nem oké. Tehát szerintem ezek a dolgok mind ott kell legyenek, vagy ott lehetnek jó esetben egy jó módú társadalomnak a repertoárjában.